Éj 100 évig. Ne ijedj meg, nem kötelező. De akár élhet 100 évig is. És nem csak úgy rázúdítom ezt a köszönést, hanem megbeszéljük ebben a videóban, hogy miképpen lehetséges, vagy van előnye. Szeretettel köszöntelek. Ölbei Emília életmód tanácsadó vagyok. Amint már a köszönésemből is hallottad, ebben a videóban arról beszélünk, hogy lehet-e, van-e értelme, van-e esélye annak, hogy akár még 100 évig is éljünk. Tudod jól, hogy a példa nem egyedüli. Ha van egy kis általános szintű ismereted a Bibliából, akkor tudod, hogy a történelmi korokban a Biblia szerint több száz évet, akár még 900 évet is éltek az úgynevezett matuzsálemek. Ez már megfoghatatlan távolságban van tőlünk. Persze aztán van egy kicsit közelebbi példa is a középkorból, Szent Germán, aki magyar származású volt, és a történelem, vagy a misztikus tudományok szerint szinte kortalan volt, nyomon követhetetlen. Egy példára utalok itt Szepes Mária Vörös Oroszlán című művére, amit ha nem is egyéb tudományokból, de irodalmi műveltségből nagyon sokan ismerhettek. Ennyit a múltról. Térjünk át a jelenre. Hallottál már arról, hogy kék zóna? Az se véletlen, hogy most képpel öltöztem ehhez a történethez. Ugyanis a Földön vannak úgynevezett kék zónák. 5 ilyen zóna, az én legújabb információim szerint, lehet, hogy te már többet is tudsz, vagy kevesebbet is. Ezeken a területeken olyan emberek élnek, akik 100 vagy akár 100-nál tovább, 100 évnél is tovább élnek. Nem, hogy nem ritka, hanem az átlag életkor is ide közelít. Az egyik ilyen terület, földrajzilag hozzánk legközelebb eső terület az Olaszországban, Szardínia szigetén. Ott van egy város, ott van egy közösség, ahol mediterrán körülmények között nagyon sokáig, 100 évig, vagy még tovább élnek az emberek. Onnit származik ez a köszönés is. Azért így köszöntem nektek most, mert ezen a szigeten, ebben a városban úgy köszönnek egymásnak az emberek, hogy éj 100 évig. Milyen jól hangzik. Képzeld el, hogy minden nap ezt hallanánk. Jó, tudom, nem kötelező 100 évig élni. Nagyon sok embert megrettent. Hogy gondolok én olyat, hogy 100 évig élni a mai világban, a mai körülmények között, ilyen egészségi állapottal, ilyen gazdasági feltételek között? Így igaz, mindenben egyetértek. 100 évig élni, csak akkor van értelme, ha ez a 100 év, akár 100 év, vagy akár 100 évnél is több, testi, lelki, szellemi harmóniában telik el. Ez sem fantazmagóra, amit az előbb mondtam, hogy akár 100 évnél is tovább, hiszen ezzel gondolom sok embernek nem mondok újat, a genetikai állományunk szerint 120, 130, akár 150 évig is élhetnénk. De olyanok a feltételek, úgy viszonyulunk saját magunkhoz, úgy viszonyulunk egymáshoz, hogy ezt a születéskor várható, genetikailag várható élettartamot a mostani életmódunk jóha megfelezi. Bizony. Jószerivel felét élünk, mint amennyit élhetnénk. És akkor még ezen a születéskor válható élettartamon belül is más az egyes népcsoportoknak, az egyes nemzetségeknek, más fizikai, földrajzi körülmények között élő embereknek a születéskor válható élettartama. Sőt, biztosan ezzel sem mondok újat, a férfiak és a nők születéskor válható élettartama se ugyanannyi. De ez egy másik téma.
Ebben most mélységében nem menjünk bele. Térjünk vissza oda, hogy ebben a bizonyos két zónában mi az, amit leszűrtek a tudósok, a kutatók, hogy miért élnek ott tovább az emberek, mint a nyugati civilizált világban. Ezekre az emberekre egységesen jellemző, igaz? Rengeteg nyers, élő táplálékot fogyasztanak. Húst, állati fehérjét csak vasárnap és ünnepnap fogyasztanak, sőt, van köztük olyan terület, ahol egyáltalán nem fogyasztanak. A vízük, az ivóvízük, az magas ásványi anyagtartalmú, és még jó levegőn is élnek. Ezekből az elmondottakból következően minden valószínűség szerint a táplálékaiknak magasabb a beltartalmi értéke is. Ezek bizonyított tények, amiket elmondtam, és minden valószínűség szerint követendő példa, ha szeretnénk a lehető legtovább testi, lelki, szellemi harmóniában élni, akár 100 évig, vagy még tovább. Az egyik oldal ennek a történetnek a táplálkozás, amit már megpendítettem. De mit is jelent tulajdonképpen az, hogy testi, lelki, szellemi harmónia? A testi, lelki, szellemi harmónia egyet jelent az egészséggel. Ez az ékes, érdes, szép magyar nyelvünk azt mondja, hogy egészség. Egyben vagyunk, egységben, ugye? Ha tagoljuk a szót, az egész, meg a ség. Az egészség a betegség hiánya. Ilyen fantasztikusan hangzik, mit tud ez a magyar nyelv. Igen ám, de mi kell ahhoz, hogy egészségesek legyünk? Mi kell a testi, lelki, szellemi harmóniához? Egészség akkor jön létre, ha harmonikus és szeretetteljes kapcsolatban vagyunk önmagunkkal, embertársainkkal, a társadalommal, a természettel és a természet felettivel. Ördöngősség, mit gondolsz? Nem annyira. Egyszerűen embernek kell lenni. Emberként kell élni, létezni, gondolkodni, a szó legigazabb értelmében. Mit jelent ez, hogy emberként kell létezni? Az első szempont, amit megemlítettem, az az önmagunkkal való harmonikus és szeretetteljes kapcsolat. Mit jelent ez elsősorban? Elsősorban azt jelenti, hogy szeresd magadat. Tudom, hogy megfoghatatlan. Hogy mit jelent az, hogy szeretem magamat. Mondok egy, még többet ennél. Ne bíráld magadat. Ezt már meg tudod fogni? Ugye képletesen értem, hogy meg tudod fogni azt. Igen, ezt meg tudjuk fogni. Nem kritizáljuk, nem bíráljuk magunkat, nem értékeljük alul magunkat. Vannak céljaink, terveink. El tudjuk fogadni a saját nagyságunkat. Ha valaki megdicsér, akkor nem szerénykedsz, nem kikéred magadnak, hanem megköszönöd. És ezzel már a saját lelkedért, a lelki épségedért nagyon sokat tettél. Azzal kezdtem, hogy ne bíráld magadat, ne kritizáld magadat. Nincs semmi, ami annyira romboló lenne a léleknek, mint a bírálat, a kritika. Jó, persze tudom, vannak építő jellegűek is. Te gondolj csak bele, hányszor gondolsz magadra úgy, hogy egy nagyszerű tettet, nagyszerű cselekedetet hajtottál végre, és hányszor gondolsz magadra úgy, hogy megint nem sikerült, nem ezt akartam, nem így kellett volna. Vagy hibáztatod magadat múltbeli döntésekért. Nem szabad. Gondolj arra mindig, hogy az adott pillanatban mindig azt cselekedted, ami tőled a lehető legtöbb volt, ami kitellett tőled. Annyira voltál képes. Ha ezt így el tudod fogadni, akkor egy hatalmas nagy lépést tudsz tenni afelé,
hogy önmagaddal harmonikus és szeretetteljes kapcsolatban légy. Lelki síkon ez nagyon fontos. Fizikai síkon nagyon fontos, hogy a legjobb tudásod és anyagi lehetőségeid szerint adj meg magadnak minden táplálékot, amire szervezetednek a harmonikus és egészséges élethez szüksége van. Szellemi síkon pedig add meg magadnak a legmagasabb szintű táplálékokat. A fizikai táplálékok mellett pedig, emlékezz vissza, mit mondott a nemzet csótánya, 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Mindenkinek szüksége van rá. Találd meg az egyensúlyt. Ugyanezt az egyensúlyt ajánlatos megtartani a társadalommal, illetve a társadalmon belül embertársainkkal is. Ugyanígy próbáld meg kiépíteni magadban az elfogadásnak a bölcsességét. Fogadd el embertársaidat olyannak, amilyenek. Mosolyog rájuk, vissza fognak mosolyogni. Nagyon sokat tudsz tenni azért, hogy egy szeretetteljesebb társadalomban éljünk. Azok, akik már megették a kenyerük javát, még nekik se késő, még elkezdhetik. Még vannak olyan technikák, vannak olyan lehetőségek, és főleg, ha tudsz hatni a lelkedre, a fizikai testedre, még elérheted a 100 éves életkort. De gondolj arra, hogy vannak gyermekeink, vannak unokáink, akiknek példát mutatunk. És amilyen példát mutatunk, ahogy neveljük őket, ahogy élünk, ha ők is azt az utat követik, akkor remélhetőleg egy fizikai testben is, és egy társadalomban is egészségesebb, kevesebb méreggel, kevesebb acsarkodással teli világban nőnek föl, és eleve nagyobb esélyük lesz arra, hogy éljenek akár 100 évig is. Mert igen, így riasztó kimondani, hogy 100 évig, mikor azt látjuk magunk előtt, hogy egy bizonyos életkor után csak a gyógyszerek tartják már életben az embereket. Nem. Az ilyen életnek nincs értelme. Kínben, fájdalomban, szenvedésben élni 60-at, 70-et, 80-at, 100-at. Úgy, hogy harmóniában és egészségben. Úgy, hogy el tudjuk látni magunkat, önellátóak legyünk, hogy aktív korunkban meg tudjuk teremteni annak az alapját, hogy nyugdíjas kor után is anyagi biztonságban, és testi, lelki, szellemi, érzelmi biztonságban élhessünk. Mert az is egy fontos szempont. Azokon a részeken, ahol az úgynevezett kék zónában olyan sokáig élnek az emberek, az is jellemző, hogy sokan vannak együtt nagy családban. És a társadalomnak, olyanok az egymás társadalomnak, annak a társaságnak, olyanok az egymáshoz viszonyított viselkedési mintái, meghallgatják a másikat, együtt vannak, közösen oldják a feszültségeket, közösen figyelnek oda a megoldandó feladatokra, célokat adnak önmaguknak és egymásnak. És ez segít abban, hogy éljenek akár még 100 évig is. Egészségesen, vagyis testi, lelki, szellemi harmóniában. Említettem még ezek között a szempontok szerint, hogy elérhessük ezt az életkort, meg az egészséget, a természettel és a természet fölöttivel való kapcsolatban is. Legrövidebben a természet fölöttivel való kapcsolatról szeretnék beszélni. Ez ki saját hite, világnézete, vallási meggyőződése szerint eldönti magával, hogy önmagában bízik, az önmaga felsőbbényében, vagy egy mindent átfogó hatalmas természeti erőben, amit úgy nevezel, ahogy jónak látsz. A lényeg az, hogy ne határolódj el tőle, hogy tudd azt, hogy van egy másik erő is rajtunk kívül. De ha nem akarod tudni, akkor tekintsd önmagadat a mindenség fölöttinek, a legnagyobb erőnek,
akinek hatása van a te életedre, meg aki példát mutat az utódainak, a leszármazottainak. És nézzük a természetet. Miért fontos az, hogy a természettel is szeretetteljes, harmonikus kapcsolatban legyünk? Hát honnét kapjuk a táplálékunkat? Természetből. És most mindegy, hogy növényi vagy állati eredetű az a táplálék, de a természet része. Ennek a tápláléknak a lehető legmagasabb szintű, legnagyobb beltartalmi értékkel kell rendelkeznie. És meg kell tanulnunk, hogy a legkevésbé legyen feldolgozott. Mert a feldolgozott élelmiszerek nem adják azt az energiát a szervezetnek, amitől vitálisak, harmonikusak és egészségesek lehetünk. Ezen kívül nagyon fontos megtalálnunk az ember által épített környezet és a természetes környezetnek az egyensúlyát, hogy melyikben mennyi időt töltünk, hogyan vesszük igénybe. A természet részeként még ajánlom, vedd számításba azokat az állatokat és növényeket, amiket bevihetsz az otthonodba is, hogy ott energetizálhassanak téged, hogy legyen kire pazarolnod a szeretetedet, hogy segítsenek eljutni a teljes, testi-lelki-szellemi harmóniában elérhető, akár 100 évig is. Ezek következő videók témái lesznek. Viszontlátásra! Éj 100 évig! Széchenyi 2020 készült a Baranya megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. A Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőért Közhasznú Alapítvány és a Dél-Békési Kistérség több célú társulása megbízásából.